Január 22-én és 23-án 55-en fordultak az Ungvári Városi Központi Klinikai Kórház sürgősségi betegellátó osztályára. Gyitkivszky Anatolij, a kórház orvosa szerint a sérültek a csúszós járdákon estek el. Gyitkivszky nyilatkozata szerint január 22-én 35 járókelő szenvedett sérülést. A 35 sérültből 5 páciens a traumatológiai osztályra került, nekik műtéti beavatkozásra van szükségük. Állapotuk közepesen súlyos. Jelenleg a műtétre várnak. Az ungvári svéd Marina január 22-én reggel az Újnegyedben esett el, amikor kiszállt az egyik iránytaxiból. A városi kórházba szállították. Épp a munkahelyemre tartottam a 10-es jelzésű busszal. A megállón leszálltam. Ráléptem a jeges talajra és elestem. Fáj a lábam, és be is dagadt. 3 helyen tört el, emiatt egy fémlemezt is szükséges beültetni, de még nem lehet tudni, mikor kerül sor a műtétre, mivel felpuffadt a lábam. Ha holnapig nem múlik el, akkor kapok egy fémpálcát a lábamba. Én tegnap a Petőfi téren estem el. A járdák le voltak szórva. Teljesen nyugodtan mentem a dolgomra, picit ellazultam, és... Szerencsére nem sérültem meg, ezért nem is fordultam senkihez. Babidorics Volodimir, a Városgazdálkodási Osztály igazgatójának elmondása szerint az időjárási körülményekről szóló jelentést január 21-én este 10 órakor kapták készhez. Január 21-én 22 órakor a kommunális szolgálatok megkezdték a következő napra való felkészülést. Most süt a nap, de sajnos tegnap és tegnap előtt éjszaka zuzmora esett, ami megnehezítette a munkát. A járdák többsége alkalmas a közlekedésre, a munka oroszlán részét befejezték. Babidorics elmondása szerint a kommunális szolgálat munkatársai elsősorban a központi utcákat szórják le, továbbá az iskolák, óvodák, a városi kórház és szakrendelő tőszomszédságában lévő helyeket és az Univerzitecka utcában található emelkedőket a határ közelében. Oláh Irina, Hiszem Andri, Simkó Iván, hírek a közmédián.